Bizony, folytatód is, nem is akár ki kell, én most szubjektív leszek, nekem a kedvenc színészem Szabó Kimmel Tamás. Bocsánat. Azt hiszem az alaphangulatot már látom. Így van, a köszönség, az élő szerelem vallás megtörtént, ugye. Nekem a kedvenc műsorvezető. Ó, Istenem. Ezt még folytatjátok? Így van, ugyanis Apró mesék címmel március 14-én került a mozikba egy nagyszerű film. Én szerintem a rendező ilyenkor nagyon izgul azért, hogy egészen pontosan mi az első hétvégének a nézettségi adata, úgyhogy hát ezt mindjárt pillanatokon belül meg is tudjuk, mit tudunk a filmről, Judit. Igen, tehát amit tudunk róla, de ezt szerintem ne is mi mondjuk el, hanem esetleg mondják el a vendégeim, mert itt Szász Attila rendezés, Szabó Kimmel Tamás színésze vendégünk, öreget, szervusztok. Hogyan jellemeznéd ezt a filmet? Milyen kategóriába sorolnád be? Ez egy műfaj hibrid. Romantikus történelmi thrillernek apostrofáltuk, ezzel mindenki kiakad, mert hogy ez egy paradoxon, hogy lehet egyszer valami romantikus és izgalmas, de ez a film tudja mindezt, és igen, túl vagyunk az első hétvégén, a közönség visszajelzései nagyon jók. Nézőszám is nagyon jó? Nézőszám is biztató, ebben a műfajban egész biztató, úgyhogy reményeink szerint, hogy ha elterjed a jó híre nézők között, akkor egész messze juthatunk. Tegyünk ezért a második világháború után egy jóképű, kedves, aranyos, de szélhámos fiatalember elmegy mindenhova, beállít, és azt mondja, hogy hírt hozott, ugye a háborúban eltűnt családtagról, és innentől fogva a pénzt, kaját és sok minden mást kisajtol ezekből az emberekből, így indul a történet. Így indul, igen. Hankó Balázsnak hívják a karakteremet, aki egy abszolút szélhámos, és bocsánat, és a szétbombázott Budapesten ezt a káosz és zűrzavart kihasználva valóban apró hirdetésekre jelentkezik, mert akkoriban apró hirdetéseken keresztül keresték a hozzátartozókat, akik a fronton maradtak, hogy ki tud erről és arról itt és itt szolgált, és ezeket kihasználva mindenkinek ugyanazt a hazugságot előadja, hogy egy hős volt a hozzátartozó, és együtt szolgáltak, és megmentették kislányt, és valóban ezért kap ételt, italt és kvártét, de megbukik egy nyomozónál, és menekülnie kell Pestről, és egy erdőben találkozik egy gyönyörű hölgyel, akit Kerekes Vica alakít, illetve a kisfiával, akit pedig Tóth Berczel zseniálisan játszik a filmet, 11 éves és az első filmje, és onnan elindul egy szerelmi történet, de hát a férj bármelyik percben betoppanhat, mert hogy a hölgy férje is a fronton van épp. És innen kezdődnek azok a bonyodalmak, amit a hangsúlyodból és a szemedből úgy látom, hogy már nem fogunk itt a stúdióban megtudni. De hogy az látszik, hogy neked ez a figura azért úgy tetszik, nem? Nekem nagyon. Én nagyon szeretem az ilyen trógereket, akik egy bengeilen táncolnak, és amennyire az elején nem szerethető, úgy fordul meg aztán a nézőben is. Meg bennem is olvasás közben, amikor a könyvet olvastam, amit Köbli Norbi írt, fordult meg a szimpátiám. És ez egy tipikus ilyen antihős hőssé válás történet, és ezeket én nagyon szeretem. Mi a mondani valója most egy, hát mondhatom azt, hogy történelmi filmnek? Tehát, hogy mennyire fogékony rá a közönség, amikor sokszor azért mennek az emberek a moziba, hogy önfeledten kacagjanak, csapkodják a térdőket, elhangozzanak azok a bizonyos poénok, és azok a családi filmek, vagy vicces vígjátékok oda kerülnek, akkor itt egy történelmi film, ami Tamás leíratából, vagy elmondásából nem egy happy end történet, ráadásul a régmúltba vezet vissza minket. A történelmi korszak az csak háttér ehhez a sztorihoz, és ez egy nagyon szép szerelmi történet, és egy nagyon izgalmas thriller, és igazából olyan apróságokat lehet megtudni erről a korszakról, amik nem voltak eddig köztudottak, nem voltak filmen láthatóak, úgyhogy ez mindenképpen érdekes része. De ez egy klasszikus mozi élmény, önfeled szórakozást ad egyébként, nagyon jó randi film, azt már rájöttünk, hogy párok mennek rá. No. És ami egyre szembe tűnőbb, hogy nagyon sokat nevetnek rajta, és pont a Tomi karaktere az, aki miatt ennyire szerethető, és ennyire jól szórakozunk a közönség rajta, meg a helyzetekben a komikum. De most ezzel azt mondod egyébként, hogy Tamásra szabták ezt a gúnyát? Abszolút. Tehát amikor írtuk a könyvet, vagy a Köbli Norbert forgatókönyvíró írta ezt a forgatókönyvet, akkor mind a kettőnk fejében már ott volt a Szabó Kimmel Tamás, hogy ezt ő fogja játszani. Aztán persze kemény köröket futott a castingon. Tehát jó tróger. Jó tróger. Született szélhámos. Megütötte a filmet, amit mondtál, hogy az, hogy történelmi, az csak egy háttér. Hogy ez neked jellemző azért a filmjeidre, mint ha a félvilágra gondolok. Az is olyan, hogy bele van helyezve egy történelmi korba, de igazából olyan általános érvényű kérdéseket feszeget, hogy tulajdonképpen játszódhatna bármelyik korban, nem? Igen, ez a filmjénkre jellemző, hogy emberi történetekről szól, ma is átélhető, releváns történetekről, és csak plusz színezet, szerintem egy plusz réteg, amitől még kicsit komplexebb, extrább lesz, hogy mindig egy speciális, nagyon speciális történelmünk egyik fordulópontján játszódik, ami egy plusz ízt ad neki.
mennyire különleges egy 11 éves fiúval játszani, hiszen olyanok, akik színművészetét végeztek, akik ezt tanulták életükben, akik diplomáztak, és akkor ott egy 11 éves kisfiú, aki egyébként a mesét haza kell érni a mesére, meg másnap suli van, készülni kell rá. Tehát nyilván egy különleges élethelyzet is, és Tamás nagyon dicsérte. Igen. A kérdés nekem szól, vagy? Bármelyiket. Akkor gyorsan elmondom, én kollegiálisan abszolút pozitívan csalódtam, dolgoztam már gyerekekkel filmben, volt, hogy borzalmas élvény volt. A koncentráció nyilván azért ennél a filmnél is a költségvetés ott van, amikor az ember vállán, amikor ülsz egy közelibe, és Berce a legprofibban, és persze nyilván a 11 éves gyerekek mindenféle jellemvonásával megáldva azért kitett magáért, de szakmailag teljesen profin, és mindent elsőre megcsinált, nagyon-nagyon ügyesen vette a drámai jeleneteket, nagyon jó humora van a filmben például, és Molnár Levente játssza a férjet, akit várunk, hogy hazaére vagy sem. Hát te nem várod a film szerint. Hát én nem várom, nem annyira. Nem várom annyira, csak hogy róla is egy picit beszéljünk, és őt egyébként nem nagyon ismeri talán a hazai mozi közönségben, játszott a Sunsetbe, játszott a Saul fiába, de... Most egy agresszív, egy kifejezetten agresszív karaktert formál, ugye? Igen, de aztán ki tudja, hogy agresszíve. Na, hogy egy aki még nem látta ezt a filmet. Ne spoilerezz! Ne, tud ezt promózni ez a fiú. Igen, de abszolút egyébként igazat adok Attilának, nagyon, nagyon jó közönségfilm, és azon a mesdjén mozog, ami se nem az elgondolkodható és nagyon komoly művészfilm, se nem a tércsapkodós humoros film, hanem valahol a kettő között, és nagyon szeretnénk, hogyha mindenki, tehát ha megtalálná a közönségét, és az első hétvége azért bizakodó abszolút. És egyébként mondtad, hogy jók a nézőszámok is, de én eddig, amiket kritikákat olvastam, nem is emlékszem rá, hogy olvastam-e a negatív kritikát. Tehát, hogy jól fogadja a szakmai. Én meg teszem hozzá Judit elmondásához, én meg a Néphangját hallottam. Na ezt nézd meg. Tehát nem az újságban, meg internetes lapon, hanem végre egy olyan magyar film. Szerkesztőnkben Jurita is leírta, hogy végre egy olyan magyar az film. Az igazság, hogy én még nem láttam, azt hiszem, hogy te sem, nem volt ma fogok elmenni. Rita azt mondta, hogy végre egy magyar film, amelyik fenntartja végig a feszültséget. Igen. Egy olyan szerkesztőről van szó, aki iszonyatosan nagy filmrajongó egyébként, rettenetesen sok filmet, és minden fontos filmet megnézi, és mondta, hogy na, ez tényleg jó. Hát, nekünk már nem is kell promózni. Jó, akkor a végén azért még mondjátok el, hány helyen, hogy most az országosan mindenhol vetítik? Most országosan mindenhol, még a multiplexekben is, a művészmozikban is, vidéken is, úgyhogy viszonylag könnyű rátalálni erre a filmre, és jó lenne még ezen a héten mindenki megnézni. Akkor én hozzá fogok ehhez tenni a jó, én is meg akarom nézni. Nagyon-nagyon sok persze. Sikert nektek. Elmondhatom félmondatban, hogy miért vagy a legkedvesebb színészem? De csak akkor, ha pozitív a vége. Amikor egy ember kiáll a színpadra, és egyszerűen azt mondja, hogy a művészi érték miatt, kérem, tényleg kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Én azt mondom, hogy ez a szakma. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Sok sikert a filmhez, rohanjanak a moziba.